Valóságos tripla zuhatanggal kezdődött az atomerőmű ese Jászberény kosárlabda mérkőzés a középszakasz alsóházában. Az első negyedben 8-3 pontost jegyzett a Paks. A vendég lassan arra szolgatott, 10 perc után 28-16 állt a táblán. A folytatásban Bertl és Samelas révén tovább növelte előnyét az ase. A látogatók szenvedtek támadásban. Egyedül Sadler próbálta tartani a lépést a hazaiakkal. A szünetben 46-29 volt az eredmény, ekkor úgy tűnt, tükörsima meccsen maradt 100%-os az atom az alsóházban. De nem így lett, mert a második félidőben nagyot fordult a világ. A vendéglátó, mint a pályán sem lett volna, a játékosok csak lézengtek, a palánkok alatt súlytalanná váltak. A Berény vérszemet kapott, Stamankovics egymaga 10 pontot szerzett, de a légiós társai is iparkodtak. A félidei mínusz 17 egységről plusz 6-ot formált a kék-fehér alakulat 10 perc alatt, ezt az etapot 28-5-re nyerték a jásságiak. 51-57-ről kezdődött a negyedik felvonás. Teo Csizmis edző gondjai pedig tovább szaporodtak, előbb megsérült Taylor Battle, majd Laurinas Samanas kipontozódott. A piros-kékek innentől már csak futottak az eredmény után, újítani nem tudtak, ötlet nélkül kosárlabdáztak, míg a vendég Stamankovics vezérletével tovább szárnyalt. Ellentétes félidők után végül megérdemelt győzelmet aratott a JKS-e. A végeredmény atomerőmű ese Jászberény 64-75. Veresége ellenére a Paks továbbra is a 11. a táblázaton. Az elején nagyon rosszul kezdtünk, hagytuk őket, hogy dobják a triplákat, ami a nagy erősségük, de szerencsére második félidőben meg tudtuk állítani őket, és ezzel át tudtuk venni a vezetést. Egy nagyon jó harmadik negyeddel meg tudtuk fordítani szinte a mérkőzést, és úgy érzem, hogy a védekezésben megtettük azt, amit kért tőlünk az edző, Tibi. Megcsináltuk, és támadásban is nagyon szépen játszottunk. Készültünk a Paksból, és ezért volt fájó a mérkőzésnek az első fele, hogy pont azzal vertek meg minket az első fél időben, amire mi készültünk végig. Tehát tudtuk jó, hogy nagyon veszélyesek tripla vonalon túlról, sőt, szinte csak azt játsszák, mindegyik játékos eldobja a hármast, és mindezek ellenére egyszer nem tudtunk odaérni. Kulcsfontosságú volt, hogy a fél időben sikerült megnyugtatni a srácokat, hogy nincs vége a mérkőzésnek, és próbálják betartani azt, amit gyakoroltunk az edzéseken, mert csak az lesz a kulcsa a későbbiek, hogy megnyerjük a mérkőzést. Szerencsére a fiúk megértették, hogy nagyon fontos lezárni a 45 fokot, nem menjen a labda, ne tudjanak könnyűt hármast dobni, és kulcsfontossága volt ez a mérkőzés hátralévő részében. Részünkről ez volt a legrosszabb mérkőzés, mióta én 2 hónappal ezelőtt megérkeztem. Főként a harmadik negyedről beszélek, ugye, mivel egyrészt nagy szünet után kezdtünk el ilyen rosszul játszani, másrészt a negyedik negyedben ugye nem volt irányítónk, de a harmadik negyed az egyszerűen rettenetes volt, főleg azért, mivel egy az ötben kezdtünk el játszani és erőltetni a dolgokat. És ugye, hogyha elkezdesz ilyen módon, tehát egy az ötben játszani, az egyből hozza maga után a hibákat is, rossz dobások, eladott labdák, egyszerűen nagyon gyenge minőségű játék és rossz felfogású játék, így nem lehet kosár. És ugye miután elvesztettük Taylort is, teljesen kiestünk a ritmusból, Ákos nem igazán találta magát az irányító pozícióban, ráadásul Samanas is kispontozódott, így gyakorlatilag nélkül a két hátvéd nélkül esélyünk nem volt. És ugye innentől kezdve elkezdtük erőltetni a dolgokat, egyáltalán nem csapatként kosárlabdáztunk, hanem egyénieskedtünk, és innentől kezdve minden elromlott.